viszont ha nézünk egy hanyatlan bornházadát, hogy látszák, hogy látszak őket vagyok, mai adásunkban bemutatjuk, mit üzenem, idén a tartalmat. A Magyar Tarka Egyesület által a fesztivál első napján tartott szakmai fórumra az ország minden részéről érkeztek érdeklődők. A nagy múltra visszatekintő konferencián hasznos információkkal gyarapodhattak a gazdák az állattenyésztés területén. Az egész úgy indult, hogy Kakasdon volt egy, talán most lesz a 25. vagy már annál is több, egy állattenyésztés és állategészségügyi konferencia, és ezzel kezdődött. Itt a különböző állattenyésztőket érintő dolgokról volt szó, és hát ott volt egy ilyen találkozó is a tenyésztőknek. Aztán ehhez kapcsolódott Bonyhád, és így nőtte ki magát a Tarkamarha Fesztivál. Gyakorlatilag van egy része, ami a város szempontjából fontos, maga ez a fesztivál rész. A szakmai rész az pedig az egyesület szempontjából fontos. Az a lényeges nekünk, hogy a magyar tarka fajtát népszerűsítsük, a magyar tarka fajta húsát, hogy milyen finom és milyen jól el lehet készíteni, ezen a fesztiválon népszerűsítjük, és hát a mai napon van az úgynevezett szakmai konferencia, ahol három olyan előadást hallgatunk meg, ami a tenyésztők, az állattartók szempontjából sok értékes információt tud tartalmazni a mai kor követelményeinek megfelelően. Ez a szarvasmarha fajta körülbelül 200 éve gyarapítja a magyar tenyésztő gazdaságait. A magyar tarka fajtáról annyit, hogy gyakorlatilag az 1800-as években alakult ki, és az egésznek a bölcsője ez gyakorlatilag a Bonyhád környéke, Tolna megye, az a rész volt, ahol a német telepesek behozták az ottani tarkamarhát, és az itteni meglévő magyar szürke és egyéb állatokat ezekkel a tarkamarhákkal fedeztették, és így kialakult szépen a magyar tarka fajta, és ugye az 1800-as évek végén már a bonyhádi tájfajtát, mint tájfajtát elismerték a párizsi világkiállításon, és innentől kezdődött a magyar tarkának egy nagyon dicső korszaka, egészen a 1972-es kormányprogramig, amikor is kevés volt a tej Magyarországon, és hát úgy döntött az akkori kormányzat, hogy Holstein-Frizzel átkeresztedik, és részben pedig importálják a Holstein-Frizzt, hogy a tejtermelés emelkedjen, és utána jött a magyar tarkának egy ilyen szomorú korszak, amikor csökkent a létszáma, kialakult a kétféle hasznosítási irány, az egyik a úgynevezett klasszikus kettős hasznú, amikor fejük is az állatot, és a másik pedig a nem fejt anyatehén változat, és gyakorlatilag a 90-es években már így történt a tenyésztés egészen napjainkig. Az Egyesület 1989-ben alakult, és azóta már a közvetlen állami irányítás helyett a tenyésztő egyesületek és a tenyésztők maguk irányítják a tenyésztést és a szakmai részt. Tenyésztők is szívesen jönnek erre a konferenciára, nyilván ez mindig attól is függ, hogy milyen munka van otthon, mert én például az ország nyugati részéről jöttem, ahol nagy része, vagy jó része a gabonának még nincs learatva, mert például a múlt héten nálunk 150 mm eső esett, úgyhogy csirázik a szem a kalászba, tehát problémákkal küzdködnek az ottani tenyésztők. Hogyha nyugalmas a helyzet, akkor szívesebben jönnek nyilván, mert hallanak itt értékes információkat. Szakterületükön a legkiválóbbaktól hallhattak itt előadásokat az érdeklődők. A tejágazatot érintő legnagyobb kihívások egészen a tejártól a rizs italig. Alapvetően azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják a tejtermelőket napjainkban. Ugye az elmúlt években láttuk azt, hogy a piac óriási ingadozásokon megy keresztül, takarmány, aszály, de akár a tejek csomagolóanyagai, úgy mint alumínium, műanyag, pohár, teljes doboz. Tehát egy eszméletlen, egy nagyon-nagyon ingadozó piac, kiszámíthatatlan körülmények. Ugye a történelmi aszállyal fűszerezve, egy nagyon kedvezőtlen euró-forint árfolyammal mindenek felett. Úgyhogy egy nagyon nehéz, kiszámíthatatlan környezet, alapvetően a tejpiac. És egy másik kihívásról szeretnék még beszélni, ami a növényi italok és a tej alternatívák, sajta alternatívák okozta probléma. Ugye nagyon sok olyan terméket találunk a boltokban, az internetes áruházakban, amelyeknek semmi köze a tejhez, a tejtermékekhez, csupán használják a neveinket, és ez egy örökös harc, hogy próbáljunk a fogyasztóknak tisztességes, korrekt tájékoztatást adni. Rizstej szerepel az előadásom címébe, ez egy ironikus cím, ezt nem szabad használni, az rizsital, ami egyébként egy teljesen korrekt élelmiszer, tehát nyugodtan lehet fogyasztani növényi italokat. Mi csak egy dolgot szeretnénk, hogy senkinek a tudatát ne keverjük össze, az nem rizstej, annak semmi köze az állati eredetű termékekhez. És ugyanez a helyzet a húsok oldalán is, hogy nagyon sok
szándékos vagy véletlen félretájékoztatással találkoznak a fogyasztók, és hát ebben az előadásban még erre a témára szeretnék kitérni. Napjainkban a növényi alapú készítmények jelentős teret hódítottak maguknak a piacon. A tejágazat én azt gondolom, hogy azért lehet nyugodt, mert ugye nagyon nagy százalékokat látunk növekedést, tehát nagyon nagy százalékban 10-20 százalékos növekedéseket látunk a növényi italok, növényi alapú egyéb élelmiszerek piacán, viszont nagyon alacsony bázisról indulnak. Tehát kicsit becsapós a 10-20 százalékos éves növekedés egy olyan szegmensben, hiszen ez egy nagyon kicsi, nagyon kis értékről megy, és azért is nyugodtak lehetünk, mert például egy laktózérzékenységnél nem kell egyből rizsitalra váltani, vagy növényi alapú pizza feltétre, amit ugye a sajtnak az utánzata, mert a magyar tejipar minden tejterméknél tud laktózmentes alternatívát nyújtani, amit a laktózérzékenyek nyugodtan fogyaszthatnak. A tej, sajt, desszert, vaj, minden termék megvan laktózmentes verzióban. Úgyhogy a tejipar próbál válaszolni, itt a szándékos vagy véletlen félretájékoztatás az, amivel küzdenünk kell. De a tejárak alakulásáról is szerezhettünk információt. Nagyon sok információnk van, az elmúlt egy év erről szólt. Ugye alapvetően tavalyi évben, 2022-ben egy két éves európai tejhiányos periódus zárult le. Ez egy relatív tejhiány, csak néhány százalékos hiányról beszélünk, de arra éppen elég volt, hogy a polci árakat az egekbe tornázza. Valamikor tavaly össze, decemberben, januárban értük el a csúcsot. Van a tejtermelőknek Európában egy olyan rossz tulajdonság, hogy amikor magas a tejár, akkor nekiállnak tejet termelni. És amikor fent van a csúcson a tejár, akkor hirtelen nagyon-nagyon sok nyers tej szakad ránk. Kína éppen azokban a hónapokban dönt úgy, hogy nem vásárol annyi terméket Európából, és hirtelen elkezdünk belefulladni a tejbe Európába. És most bizony itt vagyunk, még mindig nagyon sok nyugati, észak-nyugati európai tejtermelő áram, rengeteg állam, rengeteg tejet termel, és hát feleslegek vannak a piacon. A fogyasztók nem vesznek annyi tejet és tejterméket az infláció miatt. Tehát hirtelen ez az örökös hullámzás, amivel találkozunk, most éppen abban a periódusban vagyunk, hogy csökkennek az árak. Azt nem tudom, hogy meddig fognak csökkenni. Vannak már olyan jelek, hogy elérjük lassan a legalacsonyabb árakat. Ugye tudni kell, hogy a mediterrán régió, Dél-Európa alapvetően tejhiányos régió. Őket most óriási aszály sújtotta. A turizmus nagyon erősen pörög ezekben a hónapokban, tehát ők elszívják Európából a felesleg egy részét. Én azt gondolom, hogy kiegyenlítődik. Igen, lassan elérünk a mélypontra, és alapvetően a tejpiac Európában mindig az első fél év a gyengébb, a második fél év a turizmus miatt, az iskola, az ünnepek miatt egy erősebb időszak lehet. Meglátjuk. Az a gond itt nálunk, hogy hosszú távú energiaszerződések vannak, hosszú távú csomagolóanyag beszerzés. Ugye a takarmányra is azt mondjuk, a tavaly őszi meg nem termett silót kellene mostanáig etetni, amíg le nem vágjuk az újat. Tehát nem könnyű kezelni ezeket a periódusokat, de... Akkor hirtelen nagyon elváltozás. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy egy lassan megáll a csökkenés, persze sokaknak nem jó hír, de azt gondolom, hogy a 2-3 évvel ezelőtti idők semmiképpen nem fognak visszatérni. Az állategészségügy kapcsán az új uniós szabályozásokról is érdekfeszítő előadást láthattak a vendégek. Az antibiotikum felhasználásának a mennyiségi felhasználását jelentősen csökkenteni kell, nem csak Magyarországnak, hanem az összes tagállamnak, illetve nagy mértékben szeretnék korlátozni a külföldről beérkező, nem megfelelően felhasznált antibiotikumot fogyasztó haszonállatoknak a termékeinek a fogyasztását, tehát mind baromfi, mind tojás, mind szarvasmarha hús irányban. Eddig az volt az általános gyakorlat, hogy bizonyos haszonállatokat, akiket nagy sűrűség miatt, telepi sűrűség miatt, vagy létszámsűrűség miatt tömegesen tartottak, különösen igaz ez a baromfiakra és a sertésekre, de zsúfolt nagy tejelőszarvas maratelpeken is általános gyakorlat volt, hogy a betegségek megelőzésére nem a hagyományos fertőtlenítés, vakcinázás technológiákat alkalmazták, hanem az egyszerűbb, bár véleményem szerint költségesebb antibiotikum felhasználás növelésével próbálták a betegségeket visszaszorítani, vagy kialakulásokat megakadályozni. Ugyanis az egészségvédelmünk érdekében feltétlenül csökkenteni kellene legalább azokat a típusú antibiotikumokat, melyeket a humán egészségügyben is használnak, a rezisztencia elkerülése véget.
illetve így véget vethetnének annak az elavult gyakorlatnak is, hogy az állattartásban megelőzésre, illetve tömeges kezelésre használják a tenyésztők ezeket a gyógyszereket. Ezeken kívül még az állami támogatási rendszerben történt fontosabb változásokról is informálódhattak a vendégek. Így egy rendkívül színvonalas, tudásközpontú előadás sorozat valósulhatott meg ismét. 25 éve tartják életben egyrészt a Magyar Tarka Tenyésztők Országos Egyesületének a tagjai, akik minden évben érdeklődve jönnek el erre a rendezvényre, másrészt a szervezők, az egyesület vezetősége, hiszen olyan érdekes témákban, olyan aktuális kérdésekben tartanak minden évben előadást ezen az agrárfórumon, ami miatt érdemesnek tartják Debrecentől Szegeden át akár Vasvárig ide erre a rendezvényre eljönni, de ez a hétvége nem csak erről a hivatalos szakmai fórumról szól, hanem ezt követően jó magyar ember lévén ugye szeretünk enni, inni és a jó hangulatú rendezvényeken részt venni. Szeletelik a sült marhát a Tarka Fesztivál első napján az éhes vendégek nagy örömére. Az állatot a 37 éves tapasztalattal rendelkező főszakács útmutatásai alapján sütötték meg a parázson. Ez úgy készül, hogy előtte való nap ide érkezünk, azon délután 5 óra, 6 óra között, akkor ide hozzák az állatot, mi összeállítjuk az állványt, és felrakjuk az állatot az állványra, és ott elkezdjük az állatokat felkészíteni arra, hogy meg tudjuk sütni. Be kell pácoljuk, be kell fűszerezzük, alufóliával be kell tekerjük, mert ez úgy működik, mint otthon a kacsa sütőedény, hogy abba is belerakják a kacsát, az először párolódik és megsül. És hát, mint látjátok, azért ilyen szépen megsül, mint a kacsa. És ez az alufólia, ez pótolja. És mikor ez készen van, akkor vagy van pihenünk, vagy nincsen, vagy el kell gyújtani, mert 12 órát kell sütni. És éjfélkor legkésőbb el kell gyújtani, de van 11 óra körül végeztek a fiúk, és akkor picit pihentek, és 12 óra éjfélkor elgyújtották. Tarka Fesztivál, ez tulajdonképpen arról szól, hogy a magyar tarka tette annak idején híressé Bonyhádot, a bonyhádi tájfajtát, amit a percelek honosítottak meg, nem csak itt Magyarországon, hanem végül is mondhatom azt, hogy Európa szerte, hiszen akkoriban ez volt a leginkább tejelő fajta. A Tarka Fesztiválon közel 3 tonna magyar tarkát vágtunk le, ami ma és a holnapi napon kerül majd elfogyasztásra. Ők, amikor fölkerültek a nyásra, akkor 180 kilót nyomtak, pontosabban az egyik, a másik pedig 220 kilót. Ez azt jelenti, hogy élő súlyban ilyen 3,5 mázsa körül lehettek, akkor nem mérlegeltük őket. A másik összesen 6 jószágot vágtunk le, tehát 2 itt a nyárson megsült, 4 pedig a gulyáshoz, illetve a holnapi főzőcskéhez kerül majd a bográcsra, illetve a holnapi ebédhez. Úgyhogy remélem mindenkinek ízleni fog a magyar tarka húsból készült étel. Tárcsán sütötték a finom húsokat, de nem csak ilyen módon készítették ezen a napon a marhát, voltak, akik pörköltnek, ragunak vagy akár gulyásnak főzték meg bográcsban. Bonyhád mellett még az ország távolabbi részeiről is nagyon sokan érkeztek. Egy ársági színekbe indulok, ami az alap nálunk a füstölt szalonna, a fokhagyma, de szerintem minden egyéb más fűszer ugyanaz, ami itt az összes tevező indul. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon extra dolog nincsen benne. Marha jóst,
herceg burgonyával, meg fokhagymaszószal, meg pirított hagymával. Semmi. Megmondom őszintén, hogy otthon a kemencében megpároltam egy kemencénk, azt fölfűtöttem, és akkor megpároltam egy kb. 3 órán keresztül. A marhának az a lényege, hogy puha legyen, de nem tudod másképp megcsinálni, csak ha megpárolod. Nálunk egy babgulyás, az mindig egy pörkölt alapból indul, és akkor vagy egy pörköltből, és utána egy bableves össze van öntve. Most ugyanúgy csináltuk egy marha pörkölt, fölhigítva, és akkor belekerült a zöldség, illetve a bab. És így készült el régi, hagyományos fűszerezettséggel. Semmi extra nincs benne. Aki szereti tejföllel, egy szelet kenyérrel szerintem ideális. Még Bonyhád testvérvárosából, Madéfalváról is érkeztek nevezők. Madéfalva a Székelyföldön, a Csíki-medencében hagymatermesztésről volt híres már évszázadok óta, és akkor egy hagymasostaléssel készültünk, ami persze növendék húsból van, madéfalvi hagymával. A fűszerezés az sajátos fűszerek, ami Székelyföldön is ugye megtanálható, a só, a bors és egyéb ugye Székelyföldön, főleg a Csíki-medencében, ezen a hideg vidéken nem minden termet meg régen. Most már vannak másabb növények is, de az alapfűszer az máshol is ezek az alapfűszerek, de aztán nálunk ilyen, hogy paprika, ilyesmi sosem termelnek. Tehát ezért is nem főzünk valami pörkölt alapú dolgot, mert nálunk a paprika az nem egy úgymond őshonos fűszer. Ezek a rendezvények mindig alkalmat adnak a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásra is. Nekünk a Bonyhád egy részével közös történelmünk van, hiszen ugye a madéfalvi veszedelem után Bukovinában menekült székelyeket telepítették ide, úgyhogy nekünk tényleg testvéri kapcsolatunk van az itteni közösség. Persze ettől függetlenül, hogy kinek mi a származás, akik a felmenői, mindenkivel jó kapcsolatot ápolunk, és évente 2-3-szor járunk egymáshoz, úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy nagyon aktív kapcsolat van a bonyhádi önkormányzattal, részt veszünk egymás ünnepein. Tavaly vettünk részt először kívülállóként, csak néztük, hogy mi történik, és nagyon meglepett, hogy milyen sok csapat be van nevezve, és milyen jó közösségi jellege van ennek, hogy összejönnek baráti társaságok, munkatársak kijönnek, és teljesen más csinálnak, mint a hétköznapokban. Tehát szerintem ennek a rendezvénypontnak nagyon nagy közösségfejlesztő hatása van. Szombati napnak valóban a főzőcske a legkiemeltebb programja. Ugye túl vagyunk már egy sikeres pénteki napon, amikor először egy kis szakmával, országos agrárforummal kezdtünk, aztán estére 2 nagy koncerttel folytattuk, nagyon sokan voltunk itt a rendezvénytéren is, a főtéren is, és most is már látszik, hogy egyre többen vagyunk. A főzőcskében soha nem látott létszámmal jelentkeztek a csapatok, egyszerre közel 700-an főztek, én erre nagyon büszke vagyok, mert nem csak baráti társaságok, családok neveztek be idén, hanem több cég is a dolgozóival közösen együtt egy ilyen csapatépítésként vesz részt ezen a fesztiválon. Rendkívül sokszínű, változatos ételeket mutattak be a nevezők. Többnyire pörköltet készítettek, de volt például burgundi marharagú is, illetve sülteket is készítettek. Nagyon igényes volt a tálalás, nagyon ügyeltek erre a versenyzők és a résztvevők. Köretelemmel is készültek, és a díszítés is nagyon meghatározó volt. Nem csak a felnőttek, a kicsik is találhattak jó szórakozást maguknak a sok érdekes játék közül. Nagyon jól. Hát mi itt a gyerek részlegen vagyunk főleg, úgyhogy, de élvezzük itt is. Nem, jövünk minden évben. Nagyon tetszik, jól érezzük magunkat, köszönjük szépen. És mióta járunk minden évben? Szinte minden évben járunk, igen. Kisebb kihagyása, amikor a gyerekek még nagyon kicsik voltak. Emellett a színes kavalkád mellett még a szokásos tarka fotópályázat is nagy sikerrel került megrendezésre. A
Ebben minden évben nagyon izgatottan várjuk, hogy lehet-e újat hozni ebben a témában, mert ugye a szarvasmarha a téma. Ezen belül nem csak magyar tarka, hanem bivajós, szürkemarhás, bármilyen szarvasmarha képet lehet küldeni. Az idei évben 30 pályázó küldött több mint 260 képet, és az az igazság, hogy mindig meglepődöm azon is, hogy külföldön hogy terjed a hír egy pályázatnak. Tehát idén is voltak Erdélyből, Székelyföldről pályázóink, öten is, sőt két díjazottunk is onnan való. Görbe György Csíkdelnéről lett a Magyar Tarka külön díjas, akit egyébként dr. Füller Imre zsűritársam választ ki mindig, amelyik képet ő választja ki mindig. Ez sem egyszerű, mert mindig elég sok tarkás kép van. A másik, aki Székelyföldről pályázott, ő Tordai Ede, ő már volt díjazott a mi pályázatunkon, most ő a második díjat nyerte el. Ők ketten természetesen, vagy hát sajnos nem tudtak itt lenni a megnyitón, de természetesen eljutatjuk nekik a díjukat, ami egy gyönyörűen gravírozott ajándék tányér, egy tárgy. Az első helyzet, illetve a harmadik helyzet egyaránt Veszprémi, az első Frank Szabó Sándor lett, ő szintén már volt díjazottunk, a harmadik pedig Círher Márta. És érdekes fotók ezek, mert mutatják az állatok közötti szimbiózist is például, tehát amikor egy bivajnak a fején egy terelő gém ül, akkor az ember elgondolkodik, hogy tényleg hogy épül az állatvilág és hogyan működik. És ezeket nagyon jó látni és nagyon jó megismerni tényleg, hogy mi történik az állatvilágban. Az állatoknál ugye a kicsi állat, nagy állat kapcsolat is mindig nagyon érdekes, illetve amikor ember is van egy fotón, az is mindig érdekes, hogy hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok is. Ami fontos egy fotópályázatnál, hogy valami érdekesség legyen a képen, valamiért különleges legyen. Ez lehet akár egy különleges évszakban, egy különleges napszakban, vagy mindig nagy sláger, amikor kis állatok, itt például a kisbocik, vagy akár gyerekek is szerepelnek egy-egy képen, hiszen érzelmeket is közvetítenek így a fotók, és még közelebb érezzük magunkhoz ezeket a fotókat. Idén 75 kép került a falra. A mai napon megvolt a megnyitó, itt volt a két Veszprémi díjazottunk, aminek nagyon örültünk, hogy eljöttek, és bízunk abban, hogy jövőre ismét sokan fognak pályázni. Amit jó tudni, vagy érdemes tudni, hogy a MAFOSZ-szal, ez egy országos fotós szervezet, felvesszük most a kapcsolatot, szeretnénk azt, hogy az ő támogatásukkal folytathassuk a pályázatot, ami azt jelenti, hogy a falra kerülő, az elfogadott képek pontszámokat kapnak, és ezeket gyűjtik a fotósok, ez alapján lehet bizonyos fotós szinteket, címeket elnyerni, tehát akkor valószínű, hogy még többen fognak pályázni. Minden évben vannak visszatérő és új pályázóink, de akkor biztos, hogy még jobban megdobnánk az érdeklődést. Az idei fesztivál is nevéhez méltóan rendkívül tarkára sikerült. Tömegeket vonzott a nem mindennapi szórakozási és kulturális lehetőségek tárháza. Már a magam és a kollégám nevében is megköszönöm figyelmüket.